Köszöntelek titeket, drága nézőim! Nagyon-nagyon régóta nem beszélgettünk így egymással, és nem is volt dura vezetés, mert egy picit elfoglalt voltam, nézzétek el nekem. Sajnos eléggé sok teendőm van. A mai napi pályánk Portfald, ez Battlefield Bad Company 2-es játék, új fent és 702-es Conquest mérkőzés. Nagyon izgalmas kis összecsapásnak nézzünk elébe, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Mint látható, én mérnökkel szoktam általában operálni a Bad Company 2-be, és ehhez a módszeremhez hát mai napig hű vagyok, úgyhogy most is ezzel próbálom osztani az ellen, de hát egyből egy enemy apacs vett engem szemügyre. Vesztére már én is szemügyre vettem őt, és hát ez az életünkbe került. Sátáni kacaj, ha. Na, megvan az első double killünk, és hát mint látható az ellenség volt olyan, az amerikaiak befoglalták a B pontot, mert ennek a pályának lényegében a B pont a szíve lelke, és látható ott téblábolnak az enemik. Én még egyelőre megpróbálok gyógyulgatni, mint látható, ez most el is egy moddol szerver, viszont ez valahogy nem hardcore. Mászkálgattam itt a szerverek közt, és most valahogy rábukkantam erre. A hardcore egy kicsit jobban tetszik abból a szempontból, hogy kevesebb golyó elég egy emberbe, de valahogy majd csak megoldom. És látható, hogy itt vagyunk a B pont közelében, egészen pontosan 70 méterre megtalálható tőlünk. És folyamatosan próbálok közeledni, azt hittem, hogy kicsit több ellenségre kell, hogy számít. Csak hát az A pontot szépen visszaszerezték a pajtársaim, az UAB-nál nincsen senki, pedig szívesen lekéseltem volna. Azt vettem észre, hogy általában az úriemberek nem szívesen használják az UAB-ot, pedig nekem az egyik kedvenc fegyverem a Bad Company 2-ben. Na és végre kaptam egy kis erősítést, leszülettek rám a kedves társaim. És szépen be fogjuk foglalni a B pontot, ami azért is jó, mert így akkor kettő darab kontrollpont lesz a mi kezünkön, és az amerikaiaknak bizony izbozniuk kell lesz, de hát az A az el is kezdett villogni, és már is megpróbáltak volna engem hátba támadni, de hát szerencsére, mivel nem voltam egyedül, így volt, aki megmentette a bőrömet a csúnya pusztulástól, és azért is szeretem most ezt a részt, mert hogy itt van egy ilyen légvédelmi minigun, hát ha amerikai foglalta be, és nem nyírták ki az oroszok azt a minigunt, akkor amerikai minigun. Ah, és ott van egy úriember! Na-na-na-na-na! És hát nem én öltem meg, viszont azért se vesztünk rá egy picit. És ezzel a minigunnal csodálatosan, szépen, gyönyörűségesen lehet aprítani az apacs helikoptereket, illetve mindenféle helikopter, de hát én most jelenleg az apacsokkal próbálok meg elbirkózni. Az a gáz, hogy ez is egy Fast Vehicle Response szerver, ami azt jelenti, hogy másodpercenként tudnak akár felszállni a helikopterek, úgyhogy nem áll trése ellen, és látható, hogy egy légvédelmi ilyen helikopter, vagy hát egy helikopterrel le is tudtam számolni, viszont tehát a kedves társai itt vannak, és már is kettő van megint a levegőben. Jaj, hát ezek nem... Oh, azt hittem pedig eltalálom. Na, és látható, hogy most mivel orosz kézen van, az orosz légvédelmi cucc van itt az épület tetején megtalálható, ami azért is gáz, mert az sokkal gyengébb az amerikaihoz képest, legalábbis én azzal nagyon nem tudok úgy gyilkolni, mint az amerikai minigunnal. De azért most teszek egy próbát, íme ott a helikopter, egy lövés, ez a szétroppant, még egy lövés, ebbe is belesoroztam egy kicsit, de hát az a gáz, hogy ebből egy sorozat, egy helikopterbe a semmivel ér föl. És továbbra is a B pontot próbáljuk megtartani, kisebb-nagyobb sikerrel, hát egyelőre még a miénk, és nem villog a pont, magyarán a ellenség gyalogosan nincs a közel, belegfeljebb helikopterrel, amikor átszáguldanak. Jaj, és megint itt az úriember, és hajj már meg, hát a közvetlen közelről lőttem bele, és három sorozat kellett ahhoz, hogy szétperegjen a helikopter, holott már le volt sebezve. Tehát nem az, hogy full tip-top egészséges helikopter, le volt kérem sebezve. Úgyhogy félelmetes. Ehhez képest a minigunnal kb. 3-4 másodperc alatt ki lehet őket aprítani. Na igen. Hiába, nem egyszerű felvenni gyalogosan a harcot gépesített haderő ellen. De továbbra is próbálkozni fogunk ezzel a megmérettetéssel, de most megpróbálok egy kicsit a levegőből besegíteni a fiúknak. Mint látható, ott van az ellenség, és nem zuhantak le, annak ellenére, hogy kedves kollégám lezuhant, azok ott a
tengerben vergődve tök jól el vannak egészen mostanáig. Jó, most sikerült azért elbánnom az illető úriemberrel. Kicsit gyalázat is lett volna, ha nem sikerül. Ez már lényegében nyert kör volt. És látod, hogy a B-port is elkezdett villogni, egy helikopter van fölöttünk a levegőbe. Sikerült egy kicsit rásebezni, és eltaláltuk. Ja Istenem, de szép volt. Fogalmam sincs, hogy hogy ment rá a rakéta, és stb. De én most megpróbálom bevédeni a B-t. Leszálltam itt a közelbe, de hát nem is kell nekem bevédenem a B-t, mert villogni villogott a pont, viszont nem volt is senki. Úgyhogy továbbra is maradok itt a B-nél, mert nekem ez a kis szívem csücske. Egyelőre, de hamarosan már is jönnek a helikopterek. Íme ott látható az illető úriember. Az orosz fegyvernek a másik nagy előnye, hogy baromira nem hat messzire. Mint látható, nem is tudok rásebezni. És hát kritikál kill assistot kaptam, fogalmam sincs mire, mert még csak a célkeresztem se villant föl. És most ott leszünk, a C-re fogok leszületni, egészen pontosan a C fölött megtalálható szövetséges helikopter gunner ülésébe. És meglátom, hogy itt mihez fogok tudni kezdeni, egyelőre semmihez, gondolom majd oda akar menni szépen répelni a base-ük fölé. De én inkább úgy döntöttem, hogy ide jövök a... hát én lezuhant, jó van, ez is egy megoldás volt. Én úgy döntöttem inkább, hogy ide jövök szépen a C-pontot befoglalom. Ennél is inkább, mert ha folyamatosan csak arra az egy pontunkra vigyázok, akkor hát sajnálatos módon, de... nem mi fogjuk nyerni a kört, és nekem az a célom, hogy mi nyerjük a kört. Jaj, megpróbáltam elkapni ezt a helikoptert, az a gáz, hogy ezek is ilyen rafkósabb pilóták. Már hát igen, Bad Company 2 ezer éves játék, javarészt mindenki veterámán. És nézzük az állásokat. Jelenleg 567 tiket van nekünk, és 656 tiket van az amerikaiaknak magyarán. Ők vezetnek 100 tiket, úgyhogy nem lesz egyszerű elbánni velük. Uáj, és persze ők egy lövéssel kinyírnak engem, annyira egyértelmű. Semmi gond, nem adom fel, a C, B és az A is a mi kezünkön van, és felélesztett a kedves kollégám, viszont csúnya morajlás hallatszik a távolba, ami annak a jele, hogy itt bizony egy páncélos megtalálható és lő, hát tűze alatt is tart minket. Sajnálatos módon, valakire rásebeztem. És ott a tank. Fogalmam sincs, hogy tudnak ezek úgy sebezni, hogy közelében nem vagyok a lövésüknek, na mindegy. Sikerült elvéreznem, igen. A helyzet pikantériája az, hogy lényegében az összes pont a miénk. A C van egyedül ostrom alatt, bár most az A-nál is felvillant egy piros háromszög, ami annak a jele, hogy bizony ott valami ellenséges haderő megtalálható a színen. Én meg úgy döntöttem, hogy mivel most van egy ilyen kis holt időszak a játékban, és amúgy sem hemzseg a szeró az emberektől, kipróbálom a... jön egy helikopter, lehet, azt még meg kéne válni. Ki fogom próbálni a Zuavot harcéri bevetés közben, tudjátok, az a kis robot helikopter, ami itt látható előttem, és az ellenség próbál vele érvényt szerezni, és nem látom az illető fiszkót, bár sebeztem rá egy keveset, és robotottam is oda, de vagy elszaladt, vagy meghalt, vagy nem tudom, mi történt a fiszkóval. Mindenesetre ez arra enged következtetni, hogy nem biztos, hogy jó dolog nekem itt lófrálni, csak úgy nyugodtan, hát megpróbálok így szétnézni a környéken. Az a gáz ezzel a pályával, hogy állatira lehet rajta bujkálni. Tehát volt olyan, hogy hosszú percekig kerestem egy gyereket, aki kb. 2 méterre volt tőlem, és nem találtam meg. De közben levegőből is tűz alá vették a sejhajomat, úgyhogy ez csodálatos egy pillanat számomra. Le kell vadásznom valakit, miközben engem vadásznak. Kellemes. Na, már is ott megtalálható a helikopter, amivel nem szeretnék most egyelőre felvenni a kontaktot. Ott látható az UA. Mivel ez egy Fast Vehicle Response szerve, ne lepődjetek meg azon, hogy én most szétlőttem a már nem használt UA volt tekintve, hogyha megsemmisíted, újra leszületik, és újfent használható az a kis kicsike. És ott van előttünk az ellenséges helikopter, és másodlagos fegyverzetével a gépfegyvere próbálom meggyengíteni a helikoptert. Ami többé-kevésbé sikerül is, mert szerencsétlenek azt sem tudják, honnan lövik őket, legalábbis egyenlőre. Ó, és ott egy tank, amit meg kéne próbálnom megsemmisíteni, bár most eléggé... nem sokon múlott, de bebancsárkodtam azt az egészet. Semmi gond, talán még annyit elég élve fogok maradni, hogy azzal a tankkal végezzek. Nem lesz egyszerű, de megpróbálom. Azt mondja, onnan tudjuk, hogy megint tüzelésre kész az ulavunk, hogy eltűnt ez a kis piros...
négyzet, ami most megint megjelent, mivel újra tüzet nyitottam, és meg is semmisítettük a tankot, úgyhogy újabb két áldozattal lettünk gazdagabbak, vagy egy áldozattal, mindegy. Úgy látom, ott ilyen mesterlövész próbál most bújtókolni. Igen. Gépfegyverre próbálom meg tűz alatt tartani, és el is intéztük. Jó, van a cél, az még egyelőre továbbra is villog. Hú, újabb áldozatokat kéne keresni. Na igen. Mr. Carl Gustav elintézett, ugye B-nél még továbbra is megtalálható itt az ellenséges haderő, plusz még egy helikopter is, de nem a helikopter volt az, aki elintézett engem, ez minden bizonyal így történt. Hülye helikoptert valahogy le kéne szedni. Ó, legalább örömmel látom, nem én vagyok itt egyedül a bajba. Úgy imádom, amikor ilyen csávókák jönnek ide, azt az levegőből próbálnak meg engem kinyúvasztani. De úgy is elkaplak, haver, úgy is elkaplak, ezt nem fogod olyan könnyen megúszni, és ne szedd a szemét! Istenem, imádom a helikoptereket lelőrözni, ha-ha! Na, ezt megérdemeltétek, jó van, fiam, jó van. Na, szépen lefaragtuk az amerikaiaknak az előnyét, úgyhogy most már mi vezetünk. De továbbra is megtalálható itt az ellenség a közelbe, csak halvány lila fogalmam sincs, hogy honnan, hova, miként, stb. Ja, és most megpróbálom azt is leszedni, bár hát ez már túl nagy távolság az én képességeimnek. És valószínű szerintem ott vannak valahol a tartály tetején. A fickók, ez nekem ez azért rossz hír, mert jó, nem igazán tudok feljutni, de most nincs kedvem elmászni a basic egy helikopteré, hogy beleüljek, visszamegyek a tartályok környékére és elintézem az ott található úriembereket. Sajnos ez így van. Hát leszarom az izé, nyomom még egy kicsit az uhabban, meg megpróbálom még elkapni ezt, és azt a kúva, sikerült megint leszednem egy helikopter. Ám van, nagyon kezdi adni a gép. Jó van, és mint látható, mi is vagyunk az elsők. Na, most megnyugtattam csöp lelkemet. Irány az UAV. Aztán addig maradok életben, amíg életben maradok. Jaj, az UAV-nak a másodlagos fő funkciója az, hogy baromi könnyen lehet vele spotolni a levegőből a földön megtalálható ellenséget, és így ezáltal sokkal könnyebben tudjuk segíteni a pajtársainkat. Kicsi bészrép, és most próbálnak helikopterrel felszállni az illető úriemberek, vesztükre, mert hát szegény elhaláldozott. Nem igazán akarom hagyni, hogy ők itt repkedjenek, mert egyrészt rossz az én egészségi állapotomnak, másrészt meg jobb a lelki világomnak, ha ők ott vannak lent. Ó, és ott a tank is, és már megint próbálkoznak a fickók helikopterbe szállni. Szépen adok nekik egy keveset, jó. Istenem, micsoda tűz! Az a gond, hogy a golyóból rengeteget kell belelőni a helikopterbe ahhoz, hogy ténylegesen elérjünk vele valamit. Mindenesetre most nem hiszem, hogy el fog jutni egészen a B pont közébe, annál is inkább, mert valaki ül a légvédelminél, és hát tűz alá is vette az illető úriembert. Hajj már meg! Az na végre meghalálozott. Nem volt olyan egyszerű, de sikerült. Már csak az a kérdés, hogy hol van még az, akit elintézhetnék, és íme ott megtalálható a base-nél egy bekempelt tank, ami persze természetesen mindig akkor indul meg, amikor én épp felrobbantanám, úgyhogy megint nem bírtam eltalálni, mert voltam olyan múlja. Annál is inkább abból lehet látni, hogy ez még egy moddol szerver, hogy nem egy rakétát lő ki az UAV, na most lekéseltek, tudtam én, hogy valahol itt bujkára illető úriember. Remélem szerint azért előbb-utóbb a társai megtalálják és elintézik, de hát ha nem, hát akkor muszáj leszek majd én megkeresni. Azt mondja, valahol még itt kéne, hogy bujkáljon, de halvány lila fogalmam sincs, hogy hol. Gyűlölöm ezt a izét, azt a kúva eget, hát komolyan mondom, állandóan mindig bujkálnak, rohadt idegesítő. Én vagyok az egyetlen, aki itt izé állandóan mindig a jazz-el, azt akkor várja, hogy legyen valami. Jajjaj, mindegy, hát a tikettek nekünk peregnek, úgyhogy egyelőre én meg vagyok nyugodva. Enemy helikopter továbbra is itt megtalálható a közelben. Meg itt elnézek itt a konténerek felé, neve erre felé andalog az illető fickó, de nem. Na jó, most hagyom az UAV-ot, gyalogosan megnézzük a C-kontrollpont területét, aztán meglátjuk, hogy meddig bírok ezzel a módszerrel eljutni. Az állás jelenleg 532 tiket nekünk és 396 az amerikaiaknak. És hát továbbra is csökken a tikettjük. Az pedig ott egy ellenség akar lenni, nem? Valaki meglőtt, Istenem! Menekvés! Menekvés! Hú!
valaki folyamatosan akar engem bántalmazni, és ráadásul ez egy tank, ami fogalmam sincs, hogy került mögém, hisz a mögöttem megtartó két kontrollpont tudtam valami kezünkön van, de hát mindig ilyenek váratlan meglepetések. És spotolták nekem, voltak olyan kedvesek ezt a tankot, belement az RPG, jaj. És itt jön a csipa, hú. Azt hittem meg fog ölni, de hát én késeltem le. Igen, szoktam így csinálni néha, amikor nagyon égesítenek, akkor lekéselem őket. Jó. Na de, azért továbbra kéne nyomulni itt a C ponthoz, mert még azt azért nem foglaltuk be, és nem kéne hagyni az ellenséget érvényesülni, le kell őket folytani minél jobban. De mennyi mitől sebesültem meg? Ki a túról lő engem hátam mögött? Szóval komolyan, hogy megyek a C felé, az az egyetlen ellenséges kéz alatt lévő pont, és valaki engem püfögtet a hátulról. Nincs-e bekapcsolva a Team Kill félreértés elkerülés érdekében? Nincs, ha-ha. Vagy nem így tudom én, de hát, na akkor is. Oly, száll föl a helikopter, szívemnek, hogy gyönyörű. És hogy nem bírom lelőni. Bezegő megint látott engem, ha? Hihetetlen, hihetetlen, komolyan mondom. Na. Hajj meg. Nem halt meg. Mindesetre a célt sikeresen befoglaltuk. És megpróbálja elintézni a szövetséges tankot. Ez az, tudtam én, hogy le fogom ezt lőni. Ha. Hú, de jó vagyok, Istenem. Nem úgy, ne értsétek félre, valamira nem szoktam én ennyire jó lenni, ezért ülök mindig, amikor sikerül. És most elég sűrű sikerül le rövid időintervallumon belül. Úgyhogy meglepően elégedett vagyok önmagammal. Az elkezdett villogni, úgyhogy valószínű megkerültek minket. Nem tudom, hogy elmenjek-e az ára, vagy dekkoljak-e még itt a B-n. Lustatők vagyok szerintem az A-ig elmászni, meg amúgy is az ellenség előbb-utóbb a B-t is be akarja majd támadni. Beszürkült az A, na jó, uavozzunk megint egy kicsit. Igen, ez egy bug volt, ne ijedjetek meg. Most meg tök jó felhívom magamra megint a figyelmet, mindegy, ennyi belefér. Na, akkor most uavozzunk egyet. Azt mondja, hogy megnézzük így. Kicsit gyorsabb vagyok, megnézzük az A-pontot, hogy itt mi újság van. Azt mondja, nem látok semmilyen mozgás, pedig... Na! 40, valaki gránáttal. Csak ott vannak ennél a nyomorult B-nél. És el is kezdett villogni a zászló. Squadot váltok, de hát na. És itt vagyunk a B-nél. Még 300 tikettet kell szépen lefaragni a amerikaiakon. És fogalmam sincs, mitől villog a zászló, és... Áha, ott egy csipusz, ott van. De valaki volt még itt, mert oldalról is eltaláltak, úgyhogy valószínű már nem egy emberke található itt meg a B pont területén. Kezd fordulni a kocka, kérem szépen. És be is szürkítették a B-t. Na jó, hát akkor muszáj vagyok helikopterbe pattalni. Aztán meglátjuk, hogy ezzel milyen ténykedéseket tudok majd véghez vinni. Elkezdek szépen lövöldözni a légvédelmivel. De nem lesz nekem egyszerű dolgom. És már engem is vettek szemőre. Ja nem, ez a tank. Most kezdtek el lőni a légvédelmivel. Hát kicsit rásoroztam, de az valami kevés volt. Bezzek őket, nem bírom egyszer. Na mindegy. Hát megint egy paradoxon. Hát a C-re tudok leszületni, meg a B-re. Szerintem most a B-re nem fogok leszületni. Igen, és most az amerikai B-re születtem le, mert hogy az egyik kedves kollégám az itt dekkolt. Úgyhogy szépen megkerüljük őket a saját apas helikopterjükkel, és talán innen nem fognak rá számítani, hogy itt valaki tűz alá veszi őket. Ez rövidesen ki fog derülni. Na nézzük, valahol megtalálható itt az ellenséges... Akárki? Senki? Na? Hát... Kicsit jobbra számítottam. Na, ezek minket már egyből el is kezdtek lövöldözni. Hála a jó Istennek. Nem csak egy helikopter van itt szövetséges a levegőbe. Na, leszálltam itt a közelbe, de ezek a... Már megint engem vett célba egy helikopter. Muszáj ezek megint rakétát használni, úgy érzem. Ja, és közben a célt is betámadták a csúfgonosz amerikaiak, úgyhogy azt be kéne védenem. Nézzük, mit fogok tudni kezdeni ezzel a helyzettel. Egyelőre villog a C. Az egy nem jó dolog. Elkezdtük szépen visszahúzni. Ez már egy jobb dolog. Ott volt egy megtalálható egy medik, aki most gyönyörűségesen elhalálozott. Istenem! Pedig olyan kevés kellett hozzá, annyira kevés, jaj! Mindenesetre visszaszerezzük a C
C-pont felett az uralmat, és ezt a helikoptert kéne valahogy gyönyörűségesen, tisztességesen megsemmisíteni. Hát igen. Már megint mögöttem volt egy csípusz, ezek hol kempelnek folyton? Nem baj, a C az a miénk. És most cselesz leszek, szerintem elnyúlok az A-ra, mert na. Vagy a B-re, majd kiderül. 458 tiket van nekünk, és 285 az amerikaiaknak, úgyhogy még egy laza 10-15 perc biztosan vár ránk. Ó, és el is kezdett engem lőni a minigun. Látjátok, imádják ők is használni, nem csak én. Én szépen vissza fogom foglalni az A pontot, mert hogy ezt elhanyagolták. Onnan is lehet tudni, hogy tudom húzni a pontot, annak ellenére, hogy hót egyedül vagyok itt. Magyarán rajtam kívül nincs itt az ég adta világon senki. Úgyhogy be is szürkítettem szépen az A pontot. Hamarosan 2500 korszal úgy fenn gazdagabb leszek, és majd meglátjuk, hogy onnantól kezdve a B ponttal mit fogok tudni kezdeni. De... nem tudom, valahogy nem kapcsolnak a fiúk elég gyorsan. Máskor ilyenkor már hatan rohannak le, hogy nehogy befoglaljam. Hát, befoglaltam, jó van. És van itt egy jármű a közelben, egészen pontosan ez a kis... automobile. Hát egy távoli lövésen megpróbálkozok, hát ma már ilyen forma napon van, akkor talán ez is összejön. Tehát ez kizárt dolog amúgy, hát már nagyon horribilis távolság. És elkezdett, közben a többiek befoglalták a B pontot, és nem befoglalt, beszürkítették, de az így megy tovább, hamarosan be is fogják foglalni, és a C pontot kezdték el támadni az enemik. Úgyhogy egyelőre jól áll a szénánk, továbbra is nekünk pereg a tiket, és 3 pont van jelenleg nekünk. Annak ellenére, hogy 2 fős ember hátrányban vagyunk, de hát van az a mondjuk úgy morális hadviselés, amikor már ez a lényegében elveszíti a lényegét, mert hát ennyi emberrel is megoldjuk azt, amit meg kell oldanunk. És kis jó dolog, már megint visszakaptuk a minigunt. Megint visszakaptuk a minigunt, viszont itt villog nekünk a zászló, ami azt jelenti, hogy ellenfél van a közelbe. Csak jó lenne tudni, hogy merre. Az rímelt. Na jó, visszafoglaltuk, úgyhogy akármi is volt, az megszűnt. Helikoptert egyelőre nem látok. Egyelőre mondom én, és ott van az illető fickó. Hú, haj meg, haj meg, haj meg. Aj, de szépen elhalálozott. Jó van. Tudtam én, hogy számíthatok rátok, jó? Ó, és látom, nem csak én próbálok az UAV-val amperkodni. Hát egy darabig megpróbálok itt megmaradni a anti-airbe. Annál is inkább, mert idáig azért szerették használni a helikopterjeiket. Most talán ezután szeretni fogják majd mindjárt kiderül. Mikor veszítem el a türelmemet. Egyelőre még bírom. Hát... lesincsen sérülve. C az elkezdett villogni. Oh! Ott valaki megpróbált behatolni, de hát belement egy aknába, úgyhogy... esélye nem volt, hogy eljusson a B-re, úgyhogy szerintem én most meg fogom látogatni a C pontot. Helikopter új fenn nem szállt föl. Ám legyen gyerekek, ti akartátok, hogy egy gyalog megyek a C-re? Én figyelmeztettelek. Na jó. Hát akkor veselkedjünk neki. Sajnos muszáj vagyok gyalog menni, mert nincsen jármű a közelbe. De hát nem olyan nagy távolság, ez mi számít, az a 200 méter. Amúgy a maga pálya az lényegében olyan, mint hogyha, mit tudom én, nem lenne több másfél kilométernél, de... komolyan mondom, ezt a 200 métert is megtenni, olyan kinkeserves fájdalom néha. Pláne, amikor ilyen kietlen a szeró. Ott egy csipusz. Na, azért én jöttem ki győztesen, hála a jó Istennek. Mondjuk akkor is döntetlen lett volna szerintem, de nem baj, így jobban tetszik az összecsapás. Befoglalta az ellenség a C pontot, és most a B kezdett el villogni, egy tankkal próbálnak meg itt nyomulni. Hát egy kicsit rásebeztem, lehet ez valami kevés volt. Már csak az a kérdés, hogy mit fogok tudni kezdeni én egymagam azzal a nagy böszme tankkal, amiből kiszállt a csávóka. Hát ez öreg hiba volt már. Szétlőtték a tankot is, Na vissza kéne foglalni a C pontot, a B-t azt úgy látom bevédtük, mert megszűnt a villogás. És húzzuk a C-t látványosan. Hú, kiegészült a csapat, jó van, most már 7 vs 7 összecsapásnak lehetünk szemtanúi.
És 182 tiketje van még az amerikai haderőnek, hát helikopterrel próbálnak meg felszállni, csak elég érdekes manővereket hajtanak végre a levegőbe, közben egy csipa is lövöldöz innen a messzi távolból. Na, ennek ellenére befoglaltuk a C-pontot, és most megpróbálok valami jó kis lőállást felvenni. Ah, hát ezt hamarabb szétlőtték, mint én, ahogy szerettem volna. Na, de közben megint jön egy helikopter. Talán elkapom. Oh, azt már megint leszedett egy csipusz. Semmi gond, annyi baj legyen. Mi állunk nyerésre. Mindig meg kell tanulni, mentálisan feldolgozni azt, hogyha megölnek minket. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy a következő életünk alkalmával nekünk kell megölni őket, ha. Na, és a C az továbbra is villog. És villogott. Megnézem magamnak itt ezt az antiert, mert hát folyamatosan itt lebzsel ez a helikopter, és azért nekik nem kell sok idő eljutni A-ból B-be. Tekintve, hogy repülnek. Hát egyelőre várok itt egy kicsit, aztán megnézem, le tudok-e sebezni, és rá is sebeztem. Na. Óhúj, destroy velük, és meg is öltük azt az eget ebből a távolságból. Hát ezt az orosz légvédelmi üteggel nem nagyon tudtam volna véghez vinni. Ó, és jól áll a meccsünk is, jó van. Na, akkor uavozzunk egy kicsit megint. Amúgy sem lesz nekem hűde sok dolgom ezek után. Megpróbálom spotolni, folyamatosan nyomkodom amúgy játék közben a Q-t, ezzel tudunk spotolni. Magyarán jelezni a többieknek. Ó, és ott egy helikopter, ajj, franc vigyel. Kicsit rásebeztünk, de hát valami kevés volt. Másodlagos fegyverzettel azért így is tudunk operálni. Na. Aj, hajj meg, ez az! Hát, ha nem is mi öltük meg, de azért így is kaptunk érte azért egy kevés pontot. És röpke 100 tiket múlva miénk a győzelem, ha. Mondjuk, igen, általában a Bad Company 2 manapság zajló küzdelmeinek a java részén a végjáték felé már kezd bézrépre hajazni. Ez azért is van, mert ilyenkor már sokan berézselnek, azt inkább ott hagyják az egész játékot, mert hogyha nem ők ölhetnek, akkor őket ne ölje senki. Ó, és megindult felém a helikopter. Ó, látjátok, egyből engem vett tűz alá. Na, de már is visszafordult, ugye meg kell próbálnom rakétával operálni. Na nézzük, itt a lehetőség, és huhaj, elkaptuk a helikopter. Jó van. Engem akartál te megölni, engem? Hát nem öltél meg, én öltelek meg téged. Ki a kemény, ha! Na jó, van még 70 tiket. Hát mondjuk ez már nem lesz nagy kihívás. Szétlőjük az UAV-ot. Hogy használjuk az UAV-ot? Nem egy olyan szerver volt, ahol ezzel halálosan meg tudtam lepni az ellenfelet, mert mondom, egyszerűen nem használják. És én meg volt olyan, hogy hát nyugodt volt az a zóna, ahol az UAV volt elhelyezkedve, úgyhogy én az egész kör alatt lényegében ott tartózkodtam. És hiába is szedték ki az UAV-ot, egy 10 másodperc múlva már megint ott voltam felettük a levegőben, mert faszlájkikről respond a szerver. Ja, és egy csipusz próbál engem itt kivégezni, vesztére. Spotoltam az illető úriembert, és a kedves kollégám volt olyan kedves, és el is intézte az engem zavaró delikvenst. Azért a biztos, ami biztos alapon azért még azt a két rakétát oda küldtem, hogy ha már munka, akkor legyen tiszta. És meg kéne találnunk, hogy hol vannak azok az úriemberek, akikkel végezhetünk. Megint próbálnak a helikopter közelébe menni. Öreg hiba, nagyon öreg hiba, és hát el is halálozott szépen. Azt a fickót is el kéne intéznünk. Egy lövés. Még egy lövés. Ó, és csak egy kill assist. De kár. Na jó, még van 15-14 tikettük, úgyhogy szépen azt a base-ről kiigyekvő tankot megpróbáljuk még elkapni. Egy lövésem talán még lesz, amíg lejárnak kör. Áj, de mindig olyan komásznak, amikor nem kéne. Na. Hölgyeim és uraim, ez lett volna a legújabb túravezetésem Battlefield Bad Company 2-ben a Port Valdez nevű napon. Remélem tetszett ez a kis összecsapásunk is. Ha tetszett, akkor örüljetek, ha meg nem tetszett, hát akkor csináljátok, amit szeretnétek. Általában is azt csináltok. Úgyhogy találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!